szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat, kedves szülők, kedves nagyszülők, kedves hozzátartozók, volt óvodásaim, nagyon örülök, hogy itt vagytok, látom a csillogó szemeiteket. Megint eltelt egy év, ilyen hamar. Itt állunk, és azokat a gyerekeket fogjuk búcsúztatni, akik nemrég még kis tepertők voltak számunkra. Eltelt 3 év, 4 év, 4,5, kinek mennyi. Azt gondolom, hogy felkészültek az iskolai évekre, és nyugodt szívvel állíthatjuk a tényleg, nyugodt szívvel engedhetjük őket útjukra. A mai napra a Béka Király című díjmesével készültünk. Az alapmeséhez hozzá tettük azt, amit egész évben tanultunk, ami a témához illik. Reméljük, a Grimm testvérek nem forognak majd a sírjukban, mert ez egy egyedi, mi általunk feldolgozott mesévé, így tudtuk magunkévá tenni ezt a mesét. A mese után 4 kisgyermek, itt látjuk a jelüket, 3 fiú és egy kislány búcsúzik az óvodától, Bianca, Ákos, Balázs és nem utolsó sorban Flóri, ők egy-egy verssel fognak tudni búcsúzni. Aztán pedig egy kis vendégséggel várják a búcsúzó gyerekek, illetve szülők a kisovadásokat. Nem szaporítom tovább a szót, beszélnek a gyerekek. Nagyon lázasan készültek, alig várják, hogy kezdődjön, már nem bírnak magukkal. Kezdjétek jól. Magyar házban a vendégek szeretettel várják, pirosra sült friszcipóval szívesen kínálják. Ha nincs cipó, ha nincs kalád, mit tehet az ember? Köszönti a vendégeket meleg szeretettel! Királynénak lánya, kintom találni leszek a
18 éves lettél, szép nagy lány. Egy gyönyörű ajándékot kapsz tőlünk. Fogadj szeretettel, légy boldog. Egy aranykölyöcske, mindig erre vágytam, de gyönyörű. Ez vezessen mindig a helyes útra, hogy helytelen útra soha se lép. Köszönöm, édesapám, köszönöm, édesapám. Gyertek, testvéreim, játszunk. Óvatosan a kedvenc aranykölyöcskámmal, el ne guruljon. Jaj, most mi lesz? Lány leült egy kis oda is sírdogált. A testvérei beszaladtak a palotába. Édesapám! Édesanyám! Mi történt, lányai? Mi az a kiabálás? Nem tudom. A lányaim kiabálnak, mintha egy óriás tört volna rájuk. Azt történt, hogy játszottunk a kertbe, dobáltuk egymásnak az aranygolyócskát, dobáltuk, de aztán túl magasra dobtuk, és beleesett az aranyhalas tóba. Bianca futott, Petra futott az aranygolyó után, de nem érte utol, és beleesett az aranygolyó után, és most ott sírja a kedvenc játékát. Semmi gond, hogy kap egy új aranylabdát. Nagyon is közáron, bízni nagyon ott a szor, hajra ki ma sinari, mikor ki már énekít, halljam, sok-sok kacsauskát, közelebb mentek a királylányhoz, látva milyen szomorú. Háp, 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 jönnek a kacsák, büdre éves, büdre szomjas, ez a társaság. Tóvize, csupanás szár, egy kocsa, két kocsa, kocsa szár.
és most nem tudom, hová tudunk. Nem láttátok? Nem. Nem látom. Vettes, kelljem a magadban.
mondom neked az aranybőcskára. Hogy is lehetne ez a béka pajtások, ha lent a mélyben kurutyol? Bármit megteszek, csak hozz vissza az aranybőcskámat. Tessék, kis királylány! A királylány meg se köszönte a békának, hogy visszahozta az aranygolyóskáját, csak szaladt a palota felé. Édesapám, édesanyám, visszakaptam az aranygolyóskáját. Hallottuk a hírt, hogy beleesett a tóba. Mi történt? Hogy kaptam vissza? Úgy kaptam, szamarkattam a kaj színét. Jöttek aztán szündérek, kacsák, de egyik sem tudott segíteni, és a legkis, a békák is jöttek, és az egyik béka felhozta nekem az aranygolyóskámat. Na és mit kért cserébe? Hogy megyek a pajtásra, itassam poharamból, etessem tányéromból, megtessem ágyamba. Abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, kopogtak az ajtón. Kis királylány, nyiss ajtót! Lányom, téged keresnek, nyiss ajtót! Kis királylány, nyiss ajtót! Ki van az ajtóban, lányom? Olyan sápatra, csak nem egy óriás. Nem, édesapám, csak az a béka, akinek ígértem, hogy legyek a pajtás. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Azt ígérted, hogy a pajtásom lesz. Etesd tányérodból, ültesd asztalodhoz, itass poharadból, etesd tányérodból, vetted sejmát. Ha bajban jó volt, nevesd meg a barbultán is. Na jó, gyere te, béka! Most ettem itt a meleget, most vettes a sejem ágyatba. Gyere te, Lucia, te hogy kerültél ide? Egy gonosz boszorkány békává varázsolt. Te voltál az egyetlen, aki megmentetett a varázslattól. Most aztán felejt, leszel-e a pajtásom? Nem is a pajtásom, inkább a hites társam. Igen, leszek a feleséged. Legyetek boldogok, áldásom rátok. Két országos munkosnak a dalmat gyaktam. Öntött az eszeg iszok, dinyogtánok. Yeah.
Kérjük szépen a szülőket, hogy az elköltöztetésbe segítsenek.